Vízaknára látogatott Winkler Gyula, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, aki szívügyének tekinti a szórványban élők helyzetét. Szerinte a megmaradás akarata itt talán még nagyobb is, hiszen ezek a közösségek átérzik az asszimiláció veszélyét. Winkler Gyula, vajdahunyadi születésű európai parlamenti képviselőnek a szívügye a szórványkérdés. Úgy véli, a szórványközösségben a közös gondokra megoldásokat kell találni. Éppen ezért szerdán Vízaknára látogatott, egy olyan településre, ahol a magyarság kis közösségben él és minden nap megküzdenek az asszimiláció veszélyével. Mondjuk el egymásnak, hogy a közös gondokra milyen megoldások születnek, mondjuk éppen Medgyesen, lehet, hogy Vajdahunyadon, vagy Besztercén, vagy más közösségekben, és akkor, hogyha ezt a tapasztalatcserét mindig elvégezzük, akkor könnyebben tudunk választ adni a kihívásokra. A lényeg szerintem az egy, és pedig az, hogy úgy dolgozzunk minden nap, úgy próbáljuk a közösséget egyben tartani, hogy legyen magyar jövő a szórványban is. El kell írni azt, hogy a magyarságnak hangja legyen Európában, illetve a helyi önkormányzatokban meg kell erősíteni a jelenlétet, főként a szórványban, tette hozzá. A képviselő részt vett a helyi magyar közösséggel tartott lakógyűlésen is. Vízaknán a magyarok száma 6-7%-ra tehető, mondta el Orosz Csaba, az RMDSZ Szeben megyei szervezetének elnöke. El lehet mondani neki azokat a dolgokat, amelyek a mindennapjainkat meghatározzák, azokat a kis ügyes-bajos dolgainkat, amelyek minket is foglalkoztatnak, és el kell ismernem azt, hogy sokszor meg is valósulnak ezeknek a problémáknak a megoldásai. Szeben megyében a magyarság aránya 1,5 és 1,8% között van. Benedek Zakariás Szeben megyei tanácsos jelölt elmondta, az RMDSZ megyei szervezetének célja legalább az 5%-os küszöb elérése 7 településen, illetve a megyei önkormányzati választáson, ami nem könnyű feladat. De meg kell tartsuk, és meg kell tartani minden áron, azért, mert lehet, hogy fordul a kocka. Azért, mivel Szeben nagyon fejlődik, szerintem Medgyes is belelendült ebbe a fejlődésbe, ez azt jelenti, hogy szükség van munkaerőre, és miért nem megtörtént, már kezdett ez Szebenben megtörténni, hogy magyarok ott végzik az egyetemet, ott alapítanak családot, és ott maradnak. Azt is hozzátették, kiemelten fontos, hogy a szórványban élőknek is legyen beleszólásuk az őket érintő ügyekben.